Open your student's book, please. At page 52. And now first we are going to listen to a text about nightmare on Mont Aconcagua. Nightmare is rémálom, and this is the name of a mountain. Now first, let's listen to the text. 4C. What an adventure! 1. Read. A. Read the title of the text and look at the pictures. What do you think happened? Listen, read, and find out. Nightmare on Mount Aconcagua. Last week, a team of 8 climbers climbed to the top of Mount Aconcagua in the Andes. However, while they were climbing down, something terrible happened. The weather changed. We were climbing down when I saw a snowstorm coming, says Jim Thorne, the climb leader. It's every climber's nightmare. He wanted to get his team back to base camp quickly, but it was very difficult. Everyone was tired and cold and was walking very slowly. Don't forget, we were carrying backpacks, says Thorne. They arrived at base camp 2 days later. When I saw base camp, I was very happy. But when I looked back and saw that there were only 6 of us instead of 8, I couldn't believe it, says Thorne. Unfortunately, Thorne and the others couldn't go back to find the 2 missing climbers because the snowstorm was very bad. Were they lost? Were they hurt? Were they alive or dead? I didn't know. I just sat and cried, says Thorne. Okay, now let's find out what the text is about. Tehát rémálom ezen a Mount Aconcagua hegyen. Múlt héten egy 8 mászóból álló csapat felmászott az Aconcagua hegy tetejére az Andokban. Azonban, amíg ők másztak lefelé, valami szörnyű történt. Az időjárás megváltozott. Épp másztunk lefelé, amikor láttam, hogy közeledik egy hóvihar, mondja Jim Thorne, a vezető. Ez minden mászó rémálma. Azt akartam, hogy a csapatom visszatérjen az alaptáborba, basecamp, gyorsan, de az nagyon nehéz volt. Mindenki fáradt volt, fázott, és nagyon lassan gyalogoltunk. Ne felejtsétek, mi hátizsákot cipeltünk, mondta Thorne. Ők megérkeztek az alaptáborba 2 nappal később. Amikor megláttam az alaptábort, nagyon boldog voltam. Mikor visszanéztem és megláttam, hogy csak 6 voltunk, 6 of us, instead of 8, 8 helyett, nem hittem a szemem, nem hittem el, mondta Thorne. Sajnos Thorne és a többiek nem tudtak visszamenni, hogy megtalálják a 2 hiányzó mászót, mert a hóvihar szörnyű volt. Elvesztek? Megsérültek? Életben voltak, vagy halottak? Nem tudom. Én csak ültem és sírtam, mondta Thorne. Now we are going to listen to the text once again, and after reading it we are going to deal with activity B, where we have to find out if these 5 sentences are true, igaz, or false, hamis. Now listen to the text once again. 4C. What an adventure! 1. Read. A. Read the title of the text and look at the pictures. What do you think happened? Listen, read, and find out. Nightmare on Mount Aconcagua. Last week, a team of 8 climbers climbed to the top of Mount Aconcagua in the Andes. However, while they were climbing down, something terrible happened. The weather changed. We were climbing down when I saw a snowstorm coming, says Jim Thorne, the climb leader.
every climber's nightmare. He wanted to get his team back to base camp quickly, but it was very difficult. Everyone was tired and cold and was walking very slowly. Don't forget, we were carrying backpacks, says Thorn. They arrived at base camp 2 days later. When I saw base camp, I was very happy. But when I looked back and saw that there were only 6 of us instead of 8, I couldn't believe it, says Thorn. Unfortunately, Thorn and the others couldn't go back to find the 2 missing climbers because the snowstorm was very bad. Were they lost? Were they hurt? Were they alive or dead? I didn't know. I just sat and cried, says Thorn. Okay, now let's find what answers we can give to the sentences in activity B. All the climbers climbed to the top of the mountain. Is it true or false? Az összes hegymászó felmászott a hegy tetejére? And the answer is true. Ugye itt, amikor mondja, hogy visszafele másztak, ott még mindenki megvolt, azzal nem volt semmi baj, mindenki felért. 2. Jim Thorne and the other climbers got lost in the snowstorm. Is it true or false? Yes, it's false. Because Jim Thorne and the other climbers didn't get lost in the snowstorm, only 2 climbers got lost. Jim Thorne and the others didn't. Tehát ugye Jim Thorne és a többiek nem vesztek el a hóviharban, csak ugye a másik 2 ember veszett el, csak 2 tűntek el. Okay, the next one. Jim Thorne said it was easy to get to base camp. Was it easy to go back to the base camp? The answer is no, it's false. Where do you find it in the text? Hol találjuk ezt a szövegben? Azt mondja, hogy everyone was tired and cold and was walking very slowly. Hát a körülményekből alapból kiderül, hogy nagyon lassan haladtak, és rengeteg körülmény nehezítette a visszahaladásukat. Okay, 6 of the climbers didn't get to the base camp. True or false? Yes. It's false. Because 6 climbers got to the base camp, only 2 of the climbers didn't get to the base camp. Tehát 6 nem értek vissza, ez nem igaz, 6 visszaértek, 2 ember veszett el. Okay, Thorne and the others went back to find the missing climbers. Thorne és a többiek visszamentek, hogy megkeressék a hiányzó hegymászókat. True or false? Yes, the answer is false. They couldn't go back. It is here in the text. Unfortunately, Thorne and the others couldn't go back to find the 2 missing climbers because the snowstorm was very bad. Tehát nem tudtak visszamenni, mert olyan rossz volt a vihar. So the answers, true, false, 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 and the last one is also false. Now let's continue with activity 2. Here you can see a kind of vocabulary text where we have to complete the sentences from 1 to 5 with these words from the box, and they are the opposite of these words with bold. Tehát ezeket a szavakat kell beírnunk a mondatokba, ami a fontos, hogy ezeknek a félkövérrel szedett szavaknak az ellentétei. Look at number 1. It wasn't easy to climb down the mountain. It was really... Nem volt könnyű lemászni a hegyről, az nagyon, hát nyilván akkor nehéz volt. It was really difficult. Unfortunately, when we found the last climber, he wasn't alive. Sajnos, mikor megtaláltuk az utolsó hegymászót, ő nem volt életben. He was, na melyik az a szó?
He was dead. Halott volt. Jane had an early class this morning, but she was... Jane-nek volt egy korai órája ma reggel, de ő... És a tanára nem volt túl boldog. Nyilván elkésett. Na, melyik az a szó? Yes. Jane had an early class this morning, but she was late and her teacher wasn't very happy. It wasn't a good idea to go climbing yesterday. Nem volt jó ötlet elmenni mászni tegnap. Volt egy, hát nyilván akkor nem jó, hanem egy, pontosan egy szörnyű vihar. There was a terrible storm. Tim's old car was really slow. Tim régi kocsia nagyon lassú volt, tehát ő vette egy új autót, és ez nagyon, így van, ez gyors lesz. Tehát akkor... So Tim's old car was really slow, so he bought a new car and it's very fast. Now look at the words and repeat. Easy. Difficult. Alive. Dead. Early. Late. Good. Terrible. Slow. Fast. Okay, and now let's continue with another activity where we have to use simple past or past progressive, and we have to put these verbs in the brackets here into the sentences, either in past progressive or past simple, tehát folyamatos, vagy egyszeri módba kell rakni a zárójelességeket a mondaton belül. Ugye a múltkor a videón beszéltünk arról, a folyamatos egyszeri módos videón, hogy a folyamatos múltat was vagy were létigével és az inges alakkal képezzük, az egyszerű múltat az ige ed és formájával képezzük, vagy vannak a rendhagyó igék, do-ból did, have-ből had, go-ból went lesz, és az alapkülönbség az, hogy első körben az időhatározót nézzük meg, ha csak azt mondom, hogy hétfőn vagy tegnap, azok nem konkrét adott időpontok, tehát nem mondhatjuk, hogy a múltban éppen akkor történt, csak valamikor egy nem pontos időpontban, az egyszerű múlt. Amikor a múlt egy adott pontján épp csináltunk valamit, az volt a folyamatos múlt, tehát az időhatározónak is ezt kell tükrözni. Nem elég, hogy hétfőn, hanem az, hogy hétfőn 6-kor. Nem elég az, hogy tegnap, hanem tegnap 3-tól 5-ig például. És ugye amikor több cselekvésünk volt, akkor kellett megnéznünk, hogy a cselekvések egy időben történtek-e, mert ha egy időben van a két cselekvésem, vagy akár a több cselekvésem, az a leghosszabb cselekvés lesz a folyamatos múlt, és az ahhoz képest rövidke kis cselekvés lesz az egyszerű múlt. A másik verzió, amikor a két cselekvésem szintén egy időben van, és mind a kettő hosszan, folyamatosan megy egymás mellett a múltban, akkor meg mind a kettő folyamatos múltban van. Amikor pedig a cselekvéseink egymás után következnek, akkor tök mindegy, melyik hosszú, melyik rövid, mindegyiket szépen rakod egyszerű múltba. Na, lássuk akkor! Amíg a szobámat takarítottam, megtaláltam a piros pólómat. De ez az a verzió lesz, amikor egy időben van a két cselekvés, mert a takarítás közben találtam meg a piros pólómat, a takarítás a hosszú cselekvés a pólóm megtalálásához képest. A takarítás lesz a folyamatos módban, a póló megtalálás az egyszerű módban. Tehát, while I was cleaning my room, I found my red t-shirt. Ugye a while után van a folyamatos múlt, az I után was-t használunk, és az igére rátesszük az inges alakot, hogy folyamatos múlt legyen. A find ige, a rövid cselekvés az egyszerű múlt, az egy rendhagyó ige, nem elés, find, found, found, ezért lesz I found my red t-shirt. Szendvicset ettem, amikor Andy
bejött a konyhába. Egy időben van-e a szendvicsevés azzal, hogy Andy bejött a konyhába? Persze, ott van az, hogy amikor. Ez a while, hogy mi alatt, when, hogy amikor. Ezek mindig feltételezik, hogy egy időben vannak a cselekvések. Na most nézzük meg, melyik hosszú és melyik a rövid. Abból is kiindulhatsz, hogy a while után van mindig a hosszú cselekvés, a folyamatos múlt, a when után pedig az egyszerű múlt a rövid. De azért nézzük meg. Ez az a verzió, igen, amikor megy a szendvicsevés, ami jóval hosszabb ahhoz képest, hogy Andy belép a konyhába. Tehát akkor I was eating a sandwich when Andy came into the kitchen. I után was van, meg az inges alak. A come-ból pedig nem edés forma, hanem came lesz. Come, came, come. Don felmászott a hegyre, amikor leelesett és eltörte a lábát. Na, három cselekvésünk van. Legfontosabb kérdés, egy időben vannak-e? A válasz igen. Ez most az a verzió lesz, mikor Don mászik fel a hegyre, mászik, 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 egyszer csak elesik, az egy rövid cselekvés a mászáshoz képest, és az is rövid, hogy eltöri a lábát. Tehát a mászás a hosszú, az elesés, lábtörés lesz a két rövid cselekvés. Tehát, Don was climbing up a mountain when he fell down and broke his leg. Tehát a Don ugye az egy he-vel egyenlő, tehát azért lesz a he utáni, meg a Don utáni is was, meg az inges alak. A fall az egy erdésige, fall, fell, fallen, hogy nem erdésig, hanem rendhagyó, bocsánat, fall, fell, fallen. A break is egy rendhagyó ige, break, broke és broken. Nekünk a második alak kell, tehát a broke. Ha valakinek ez gondot okoz, nézzétek át a rendhagyó igéknek a második, harmadik alakját. Four. A gyerekek a kertben játszottak, mi alatt az anyukájuk főzött. Egy időben van-e a két cselekvés? Igen, össze is van kapcsolva a while-al. Nézzük meg, hogy ez most melyik verzió. Ez az a verzió, miközben a gyerekek hosszan játszanak, anyuka közben folyamatosan főzött mellettük, tehát mind a kettő folyamatos módban van. Ezért the children were playing in the garden while the mother was cooking. Ugye a gyerekek, azok őknek minősülnek, és ha a délután vör meg az inges alak van, akkor a csőben után is vör meg az inges alak van. Az ő anyukájuk, nem ők, az ő anyukájuk az egy sínek minősül, és ha a sí után voz meg inges alak van, akkor a der mother után is voz, illetve inges alak található. And the last one. Amint Daniel besétált a hálószobába, a kisbaba felébredt. Fontos tudni, ugye, hogy az as soon as-nél ez mindig kettő egymás utáni cselekvést kapcsol össze. Amint belépett, a belépés után egyből felébredt a kisbaba, tehát itt mind a kettőt egyszerű módba kell rakni, teljesen mindegy, melyik hosszú, melyik nem. As soon as Daniel walked into the bedroom, the baby woke up. A sétálni az egy sima edésige, walk, walked. A wake, woke, woken-ből kiindulva, pedig a wake up-ból woke up lesz. And finally, let's start with activity B. We have to talk about adverbs of manner and irregular adverbs. And we have to talk about the difference between adjectives and adverbs. Ugye a videón láthattátok, hogy mi a különbség a határozó szók és a melléknevek között. Ugye mindig a melléknevekből képezzük a határozó szót olyan formán, hogy a melléknév végére teszünk egy L és Y betűt. Így lesz a nice-ból nicely, quiet, quietly. Az Y-t mindig átalakítjuk I betűvé az L, Y előtt, és az L, E végű mellékneveknél L, Y lesz csak simán a határozó szó formája. Voltak ugye a rendhagyók, a good-ból lesz a well, jó, jól, fast, fast, gyors, gyorsan, hard, hard, nehéz, nehezen, vagy kemény, keményen.
late, late, késői vagy későn, early, early, korai vagy korán, és amikor el kellett döntenünk, hogy a melléknév vagy határozó szót használjuk, azt mondtuk, hogy vagy a mondat értelme dönti el, vagy pedig olyan segítségeink vannak, hogy főnév elé közvetlen biztos, hogy csak melléknevet rakhatunk. Ha a mondatban létige van, akkor a mondat végén melléknév van, hogy ő mindig boldog, mi sohasem vagyunk éhesek, vagy nem voltunk éhesek. Ha pedig nem létige van, hanem bármilyen más, eszik, iszik, olvas, alszik, gépezik, focizik, akkor a végére mindig a határozó szó megy, hogy gyorsan, könnyen, okosan, ügyesen, stb. Na lássuk, hogy néz ki ez a gyakorlatban. So, she's a terrible singer. Ő egy szörnyű énekes, ott a főnév elé csak melléknév mehet. She sings terribly. Ő énekel szörnyen. Nem létige van a mondatban, tehát a határozó szó megy a végére, hogy szörnyen énekel. They're very good artists. Ők nagyon jó művészek. Ott van a művészek főnév előtt a melléknév. They paint well. Ugye nem létige van, hogy ők vannak vagy voltak, hanem hogy festenek, tehát akkor nekünk a határozó szó kell, hogy jól festenek. Look at the next activity. We have to complete the sentences with adverbs. We have to use the adjectives in bold to form adverbs. Tehát ki kell egészítenünk ezeknek a mellékneveknek a határozó szójával a mondatokat. Ez a portré gyönyörű. Judy tud festeni, na igazán, gyönyörűen. This portrait is beautiful. Judy can paint really beautifully. Maria általában, ugye neki korai órája van, szerdánként, ő fel kell nagyon korán. Tehát korai órája van, és korán kell. Az early, az ugye egy rendhagyó. Az early maradt szépen early, tehát Maria usually has an early class on Wednesday. She wakes up very early. John egy csendes diák. Ő mindig tanul csendesen, tehát ő mindig csendesen tanul. Quiet, quietly, tehát John is a quiet student, he always studies quietly. Ezt a fát nem könnyű megmászni, de a tesóm mindig megmássza könnyen. Easy a melléknév, könnyedén az lesz, hogy easily. This tree isn't easy to climb, but my sister always climbs it easily. És ugye ne felejtsd el, az Y mindig átalakul I betűvé, amikor az L, Y határozó szó képzőt tesszük mögé. Okay, that's all for today.